Mozgalmas évet zártunk 2012-ben, hogy milyen eredményeket sikerült elérni, és mik az előttünk álló feladatok. Erről beszélgetek a következő percekben Sebestyén László fideszes országgyűlési képviselővel, aki már itt is van a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a televízió nézőit, és önöket, televízió munkatársait is. Engedjék meg, hogy először boldog új évet kívánjak mindenkinek. Köszönjük szépen így az év elején, és akkor lássuk a 2012-es esztendőnek a munkáját. Ugye én azt gondolom, hogy 2012-ben az egyik legnagyobb hír az volt, amikor bejelentették, hogy a települési önkormányzatoknak részben vagy teljes egészében átvállalja az állam az adósságállományát, a hitelállományát. Azért az adósságállományról én beszéltem a tisztelt házban, és elmondtam az ország adósságállományát, ami egy 8000 milliárdról, ami 2002-ben volt, 2010-re mintegy háromszoros adósságállomány sikerült a szocialista SZDSZ-es országvezetésnek összehozni. Miskolcon sem rózsás a kép. A városba a 3 milliárdos adósságállomány 2002-ben ennyi forrás hiánnyal vett át a szocialista városvezetés, 2010-re mintegy 60 milliárdos adósságállomány sikerült összehozni. Ez az adósságállomány, ha belegondolunk, hogy meg lett 20-szorozva. Itt természetesen kamatokkal, kötelezettségvállalás, minden benne van ebbe a 60 milliárdos számba. És a legszörnyűbb az ebben az egészben, hogy évente, mintegy 4 milliárdos évi törlesztés lenne, ami azt jelenti, hogy csak érzékeltetni szeretném, hogy a város összes óvodájának, iskolájának, általános iskolájának, középiskolájának a teljes évi bekerülési költségebe, a tanári fizetéstől kezdve, a fűtéstől, a világításig minden benne van. Na, ezt kellett valahogy kezelni. Tehát ez egy óriási összeg, nem beszélve arról, hogy Miskolcnak ez az adósságállomány több, mint az éves költségvetése. Tehát innen indult ki. Igen. A város számára nyilván az a nagyon nehéz, hogy hogy tudja az adósságállományát kifizetni vagy törleszteni, de mondjuk nézzük a távfűtéses lakásokban élőket, nekik pedig nyilván problémát jelent, sokaknak problémát jelent az, hogy akkor, amikor mondjuk túlestek egy panelfelújításon, hogy akkor hogyan tudják fizetni azokat a távhős költségeket, amikről azt gondolták, hogy majd kevesebb lesz, de tavaly ugye kiderült, hogy sok esetben nem kevesebb, hanem több 100 000 forintot kell még ráfizetni. Gondoljanak bele abba, hogy egy panelprogramot végigcsinált társasház, vagy társasházak, akik arra gondoltak, hogy elvégzik a szigetelést, a nyilázárók cseréjét, a fűtési rendszer cseréjét, mindent, és egy költségosztós szerkezet beépítésével jelentősen csökkenhet a fűtési költségük. Azt tapasztalták, hogy bizonyos lakásoknál ez a költség növekedett, mégpedig elég drasztikusan. Világos, hogy aki a fűtési rendszer elején van, tehát melegebb vizet kap mondjuk a gerincvezetéken, annál gyakorlatilag a radiátorokat ki se kellett nyitni. Aki a fűtési rendszer végén vagy a társas házaknak a szélén volt lakásuk, azoknál pedig folyamatosan ment a fűtés. Ezek a költségosztók gyakorlatilag mérték azt a hőmennyiséget, ami átment a lakáson, és ez okozta a többletköltséget. Van egy másik megoldás is, amikor egy ilyen szorzókkal számolgatták ki azt, hogy kinek mennyit kell fizetni. Ez a megoldás sem az igazi, mert a lakószövetkezetek annak idején összehívták a társaságok lakóit, akiknek egy része vagy nem értette, hogy miről is van szó, vagy el sem ment erre a megbeszélésre, már igazságtalanak és aránytalanak tartják ezt a költségszámítási módot. Ezért egy lakossági fórumot kellett összehívnom. Ezen a lakossági fórumon meghívtam természetesen az energiahivatal szakembereit, a minisztérium szakembereit, a miskolci hőszolgáltató szakembereit, a lakásszövetkezeteknek a képviselőit és a lakókat, és ott egyértelműen látszott az, hogy milyen problémák vannak ezekkel a fűtési díjakkal. Megoldás mi lehetne? Én kértem azt a energiahivatal és a minisztérium képviselőitől, hogy dolgozzanak ki egy teljesen új rendszert.
Ez a teljesen új rendszer, ami érzékeli azt, hogy milyen lakás, milyen fűtésű, honnan, hogy megy a meleg víz, mert ezek nagyon fontos műszaki problémák, de ezeket külön-külön kell kezelni. Dolgozzanak ki egy új rendszert, ezt az új rendszert, amikor ki van dolgozva, hogy vannak alternatív javaslatok, akkor újra hozzuk ki a lakosság elé, illetve a szakemberek elé, és több városba esetleg, mert ugye nem csak Miskolcon probléma ez, hanem az egész országban, és akkor válaszuk ki a legjobbat. Én nekem illúzióim nincsenek, tehát olyan nem lesz, ez olyan, mint a fizetésemelés, hogy mindenkinek jó legyen, az biztos, de igyekszünk a legjobb megoldást megtalálni. Folytassuk a TAO-s pénzekkel, Miskolcra is jut majd belőle. Igen, mint egy egymilliárd, durván közel 1 milliárd forintot sikerült a TAO-s pénzekből Miskolcra juttatni. Ez azt jelenti, hogy a Diósgyőri stadion egy európai kulturált stadionnál tud válni, amit a szeretett csapatunk úgy gondolom, hogy megfelelő eredményekkel fog honorálni. Én azt hiszem, hogy a miskolci családok, nem csak Miskolc, hanem Borsod megyében is nagyon sokan látogatnak ki a meccsekre, nagyon sokan drukkolnak a Diósgyőrnek, és ezt úgy gondoljuk, hogy kulturált körülmények között lenne célszerű. A legfontosabb az, hogy Miskolcon munkahelyek létesüljenek, vagy egyáltalán az országban, mert akinek van pénze, az majd biztosan szívesen fog meccsre is látogatni. Így van, munkahelyek. Itt ugye két lehetőségünk van, az egyik az, hogy olyan cégek betelepítése Miskolcra, akik munkaerőt tudnak foglalkoztatni, a másik pedig a közmunkaprogramnak a további kiszélesítése. Annyit azért szeretnék az előjáróban elmondani, hogy jelen pillanatban 1000 fővel többen dolgoznak Miskolcon, mint amennyit mondjuk 2 évvel ezelőtt dolgoztak. Ez már egy komoly előrelépés. A cégek pedig részben van olyan cég, például Bosch, aki bővíteni fog, vannak olyan cégek, akik már dolgoznak, a Gustav Wolf, van olyan cég, a Finn Darugyár, aki még ezután fog letelepülni. Tehát sok kicsi sokra megy, de én úgy gondolom, hogy minden segítséget, minden lehetőséget meg kell ragadni. Itt az egyetemtől a kormányi mindent igénybe kell venni annak érdekében, hogy a városunknak a munkaerő felszívó képessége lényegesen javuljon. És legalább ilyen fontos a közbiztonság is, azért mindehhez azt is hozzá kell tennem, hogy a tavalyi esztendőben a Miskolc egyik város részének a hírnevét azért az országos híradások jelentősen megtépázták. Igen, ez kezdjük akkor onnan, hogy Miskolc megyei város polgármestere, dr. Kriza Ákos és a Pintér Sándor belügyminiszter úr egy megállapodást kötött, amiben mintegy 65 millió forintot biztosított a város a rendőrség számára azért, és a közterületfelügyelőknek, hogy látható rendőrség, gyalogos járőrök is legyenek a városnak azon a pontjain, amik problémásak voltak. Én azt hiszem, hogy a rendőrség eddig megfeszített munkája, és ez a plusz, amit hozzá tudtunk tenni, jelentősen javítja, és már eddig is javította a városban élőknek a közbiztonság érzetét. Nincs vége, tudjuk a problémát, látjuk a feladatot, folytatni fogjuk, de apró lépésekkel próbálunk előre jutni. Az adósságállomány ebben jelentősen belejátszik azért, amiről az előbb beszéltem. Csak pénzből lehet komoly eredményeket elérni. És akkor nézzük itt az adósságrendezést még végezetül, illetve azt, hogy Miskolcnak milyen eredményeket, milyen pénzeket sikerült úgy megmozgatni, hogy azok a pénzek ide jöjjenek. Elmúlt időszakban mintegy 4 milliárd forintot képviselő lobbira, illetve a polgármester úrnak a lobbiára 4 milliárd forintot sikerült a városba hozni. Ezzel jelentősen tudtuk javítani a likvid helyzetet, a pénzügyi forgalmi rendszert. Nincs annyi kifizetetlen számla, de ez még nem volt elég. Képviselő nyomásra a kormány átgondolta és átdolgozta azt is, hogy a 5000 fő alatti településeknél elengedték az adósságállományt, a fölötte lévő például Miskolc megyei jogú városánál pedig az adósságállománynak mintegy felét átvállalja a kormány, tehát ki lesz fizetve és a kormány átvállalja. Így gyakorlatilag egy óriási lélegzetvételhez tud jutni a város, és így már fog jutni sok olyan dologra, amire eddig nem jutott. Fog jutni fejlesztésre, esetleges beruházásokra, stb. Tehát ez egy nagyon szertágazó folyamat.
Bízunk benne, hogy a város a további, mert a továbbra is takarékoskodni kell, tehát nem lehet szórni a pénzt, de egy normális gazdálkodásra, egy odafigyelve, gondosan megnézve minden adóforintot, jó eredményeket fogunk tudni elérni. Melyek azok a feladatok, amelyek az idei esztendőben önre, mint országgyűlési képviselőre várnak? Tehát mik azok, amiket mindenképpen szeretne elindítani vagy elérni? A DAM-ról én még a mai napig nem mondtam le. Ott többször elmondtam már a televízió előtt is, hogy a tulajdonviszonyok elég érdekesen alakultak. Egy orosz bankrendszer tulajdonába került a DAM, ahol én kormányzati segítséget kértem egy parlamenti interpellációm alatt, mivel azt be kellett látni, hogy mint egyéni képviselő nem tudtunk előrelépni, jelen pillanatban is folynak a tárgyalások, és mihelyest érdemleges eredmény lesz, természetesen azonnal jelentkezünk. A másik legfontosabb dolog a munkalehetőségeknek a további biztosítása. Itt, amit az előbb említettem, minden segítséget el kell fogadni, minden segítséget igénybe kell venni, és minden követ meg kell mozgatni annak érdekében, hogy Miskolcon ez az elvándorlás is megszűnjön, illetve inkább a visszaáramlás kezdjen el uralkodni, és a miskolci lakosságnak pedig olyan munkalehetőséget tudjunk biztosítani, ami a végzettségének, képzettségének és a munkabírásának megfelelő. Folytatnám még, azért van egy nagyon fontos tevékenység, a fészekrakó probléma. Fészekrakó probléma nem csak az Alosonban van, Diósgyőrben is van, máshol is. Azt tűztük ki célul, hogy 2013-ra a fészekrakó probléma végére pontot teszünk. Lerendezzük azokat a csalásokat, ami miatt ugye lakáshoz jutottak bizonyos emberek, azokat és az együttélés elemi szabályait be nem tartó emberekről beszélek, azokat gyakorlatilag ki kell lakoltatni. Nekem meggyőződésem, hogy itt nem lehet kesztyűskézzel bánni, hanem a törvény szigorával kell fellépnünk. 2013-ra be kell fejeznünk a Selyemréti strandot. Ez az alap. Be kell fejezni a diósgyőri vár beruházási munkáit, be kell fejeznünk a lilafüredi függőket munkáit, és van egy még nagyon fontos, és nekem nagyon nagy szívfájdalom, a Tapolcai strand. A Tapolcai strandra jelen pillanatban a tervek elkészültek, most vannak elfogadás alatt. Ehhez a képviselőnek, országgyűlési képviselőnek és a városvezetésnek egy komoly feladata van. Pénzt kell hozzá keríteni, pénzt kell hozzá szerezni. Itt a kormány segítségét, minden segítséget szintén igénybe kell venni. Vannak bizonyos ígéreteink, amit megpróbálunk bevasalni és tényleg pénzre váltani. Összegezve, én úgy gondolom, hogy sikerült megfeszített munkával eddig stabilizálni a városunk gazdasági helyzetét, és innentől kezdve azt hiszem, és bízom benne, és tudom, hogy egyetlen fő feladatunk lesz a fejlesztés, a fejlődés, és azoknak a problémáknak a megoldása, amiről eddig beszéltünk. Ha megenged még egy gondolatot, akkor azt azért szeretném még elmondani, hogy jelen pillanatban ránk az a megtisztelő feladat vár, hogy azt az adósságállományt fizetjük, amit az elődeink itt Miskolcon összehoztak. Nagyon sok feladatot vetett föl, amit az idei esztendőben még meg kell csinálni. Várjuk majd vissza ide a stúdióba. Ezután is még egyszer engedjék meg, hogy nagyon boldog, sikeres új esztendőt kívánjak minden kedves nézőnek.